Szabadkai középiskolások is segítkeztek az AIDS áldozatainak emlékére égő gyertyák meggyújtásában. Május 3. vasárnapja a betegségben szenvedők, elhunytak nemzetközi napja. Ebből az alkalomból tartottak tájékoztatót, gyertyagyújtást a Szabadkai Galéria Hotel átriumában. A Staff Plus Egyesület célja a HIV-fertőzöttek és az AIDS betegek jogainak védelme, életminőségük javítása és az emberek tájékoztatása a betegségről. Međunarodni dan je potekao tako da negde se prisjećamo svih onih žrtava koji su u ranijim godinama, znači početkom 80. kada se ova bolest pojavila, umirali u najgorim mukama, bez lekova, u strahu su bili i lekari i njihove porodice i prijatelji, niko nije teo da im pomogne, nisu znali od čega su bolesni. Csikós László, Szerbia szociálpolitikai államtitkára is részt vett az eseményen. Elmondta, fontos, hogy ne bélyegezzük meg a HIV-fertőzött embereket. Véleménye szerint Vajdaságban az emberek toleránsabbak az AIDS betegekkel szemben. Itt elfogadták a HIV-fertőzötteket, és országos viszonylatban per pillanat olyan 3200 HIV-fertőzöttről tudunk. Az elmúlt évben a kitűnő diagnosztikának köszönhetően 37%-kal sajnos emelkedett a statisztika, de ismétlem, hogy ez a kitűnő diagnosztikának köszönhető, és akik a programban részt vesznek, teljes életet élhetnek. Az államtitkár hozzátette, hogy az országban a HIV-fertőzöttek nagyjából fele munkanélküli. Ezek az események, a szociális védelem és az egészségügy is ezen a helyzeten kíván változtatni. Szabadkához hasonlóan Szerbia több nagyvárosában, Nisben, Pancsován és Újvidéken is tartottak hasonló rendezvényeket vasárnap.